Hát majd a Klaudia mondja. Inkább. Tehát a lányom kiakaszgatja itt az esti kajákat. Hagyja ennek a cilukát, az anyjuk szentit. Bontuszi. Dani egy, Dani kettő. Itt a Pavel csődike. Gyere, Guszti, gyere, csinálunk képet, Guszti. Na, gyere. De úgy, hogy vegyék ki az esti répájából, ne a másiktól lopd el. Úgy, na. Ne, kicsim, gyerünk, mert nem lesz a hétvégére répa. Mert? Hát ne hülyéskedj, mert 80-at adok neki, én adok nekik szívesen, de most azt nekik 100-at, azt akkor nem lesz majd hónap után. Ja, na, ő a Pavel csődike. Kis formás, kicsit beszőrösödött, de jó néz ki. Nagyon dadott. És olyan, ahogy nem akkor... Kinek köszöngött? Ja, de most erre figyeljünk. Nem csak így integetek. Na. Majd neki. Olyan dagadt. Nem érem. Nem, az a jó. Fara még fönn van, azért figyelj finoman. Bortó, ő a Pavel csődike, egy Markasz csődi. Volt olyan, hogy felült rá a kata, és itt lábtőre esett, és úgy maradt. És nem bírt felállni. Aztán, hogy hagyjuk, nem hagyjuk, a szépen, olyan szépen elindult. Ja. Csókolom, Péter bácsi! Ne idegen, ne mondd, hogy a Péter bácsi jött, ne! Minden adóságom eszembe jut. Van bőven. Na, fizessél akkor. Na, fizessél. Szia, Péterke. Puszilla. Itt azért lovas. Lemaradtál, már nincs, igen. Már nincs eladó lovam, úgyhogy későn jöttél.